Ma esti adásunkban szó lesz arról, hogy milyen munkákat végez a Győr-Szola belvárosban a lefagyott utakon. Mutatunk egy szó szerint szívhez szóló kezdeményezést, és láthatják a legszebb gólokat a 11. Győr-Újfalu kupáról, ahol általános iskolás gyerekek rúgták a bört. Tartsanak velünk ma este is! Optimista becslések szerint március végére akár 2 millió ember is megkaphatja Magyarországon a koronavírus elleni védőoltást, hangzott el a mai kormányinfón. Közben az operatív törzs arra hívja fel a figyelmet, hogy a számok nem csökkennek, hanem stagnálnak. A járványhelyzet legfontosabb információit Lukács Bence gyűjtötte össze önöknek ma este. Szia Milán, köszöntöm az Oxigén televízió nézőit. 1862 újabb magyar embernél mutatták ki a koronavírus fertőzést csütörtökre. Ezzel 381.875 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Meghalt 97 beteg, így a halálos áldozatok száma 13.444 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 287.134 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 81.297 főre csökkent. 3.799 koronavírusos beteget ápolnak kórházba, közülük pedig 299-en vannak lélegeztetőgépen. Győr-Moson-Sopron megyében az elmúlt 24 órában 112 ember szervezetében mutatták ki a koronavírust. A mai kormányinfón elhangzott védettséget igazoló okmányt kap az, aki a koronavírusból felgyógyultnak minősül, ezt Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter mondta. Itt az érvényesség ideje az első negatív PCR-teszt időpontja lesz, vagy pedig az első pozitív tesztet követő 10. nap, tette hozzá. Egy harmadik lehetőség is lesz, amikor valakinek a vérében antitestet találnak, az is kaphat okmányt 4 hónapra. 10 millió forintos kamatmentes hitelt kapnak a kisvállalkozások, és 3 évig nem is kell törleszteniük. Áprilistól kezdve a felsőoktatás áll a középpontjában a gazdaság újraindításának, mondta Gulyás Gergely. A jövő héten indul az online konzultáció az élet újraindításáról, ezt már Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő mondta. A vakcinainfo.gov.hu oldalon lehet majd konzultálni, tette hozzá. Gulyás Gergely elmondta, már több mint 2 millióan regisztráltak az oltásra, és ennyi embert optimista forgatókönyv szerint be is lehet oltani március végére. Azt mondta Gulyás Gergely, hogy április vége lehet a legkorábbi időpont, amikor a mindenkit beolthatnak. Az operatív törzs mai sajtótájékoztatóján Müller Cecília országos tisztifőorvos arról beszélt, hogy néhány vonatkozásban emelkedésnek indultak a járványügyi számok. A második hullám lefelé tartó száma is stagnálni kezdtek, és ebben szerepe lehet a mutáns vírusoknak is, tette hozzá. A mostani emelkedés egyelőre lassú, ha tért hódít a brit mutáns, akkor sajnos egy további emelkedés jöhet, mondta a szakember. Éppen ezért nagy felelősséggel és körültekintéssel kell döntéseket hozni. Precízen fel kell tárni azokat az okokat, hogy miért nem folytatódott a második hullám lefelé tartó szakasza, mondta Müller Cecília. A Nemzeti Népegészségügyi Központ folyamatosan vizsgálja a mutáns törzseket, mondta Müller Cecília. Az afrikai és a brazil mutáns még nem mutatták ki eddig, tette hozzá. Csak az oltakozás az egyetlen kivezető út, mondta az országos tisztifőorvos. Ezek tehát a legfontosabb információk a koronavírus járvánnyal kapcsolatban. Bővíti gyárát a svéd Nolato Kft. Moson-Magyaróváron 7 milliárd 700 millió forintból. A beruházáshoz a magyar kormány 1,5 milliárd forintos támogatást biztosít, mondta a külgazdasági és külügyminiszter a beruházást bejelentő sajtótájékoztatón. Szijjártó Péter ismertette, hogy a higiéniai és egészségügyi termékek gyártásával foglalkozó vállalat beruházásával 574 ember munkahelye válik hosszú távon biztossá, és 30 új munkahely jön létre. Az elmúlt napokban változó időjárást tapasztalhattak a Győrben járók, a hóesés és az eső váltotta egymást, valamint az időjárás előrejelzés is mínuszfokokat jelzett, ami meg is érkezett. Ezért kedd estétől a Győr-Szol ZRT elkezdte sikosságmentesíteni, elsősorban a főutakat, felüljárókat és hidakat. Ezt követték a járdák, lépcsők és egyéb területek, gépekkel, illetve kézierővel is dolgoztak. Sikosságmentesítették az utakat és a járdákat Győrben. A meteorológiai előrejelzések azt mutatták, hogy eléri hazánkat egy hidegfront, ami esőt, havat, mínuszfokokat, de akár ónos esőt is hozhat magával. Első körben kedd este kezdték meg a munkát, azonban a szerdai időjárás is adott okot a sózásra. Itt is ugye láttuk, hogy napközben lehullott egy eső formájában a csapadék, és várható volt, hogy az éjszakai órákban lehűl a hőmérséklet,
és fagypontolás süllyed, tehát számítottunk arra, hogy a lefagyást meg kell előzni. Tehát itt is elsősorban a síkosságmentesítő anyag kijutatásával az volt a célunk, hogy a hajnali éjszakai lefagyást megelőzzük. Ezen kívül manuálisan síkosságmentesítettek azokon a részeken, ahova a gépek nem érnek el. A felüljárók és a hidak, amik ilyenkor elsőbséget élveznek. Ezt követik természetesen a főutak, a tömegközlekedési utak és a nagyforgalmú kisebb utcákba is be tudunk jutni. A lépcsőket, a buszmegállókat, a gyalogátkelő helyeket, a belvárosi tereket, járdákat, ezeket vagy kis gépekkel, vagy ha azokkal nem férünk hozzá, akkor kézi erővel takarítjuk. A szolgáltató felhívja a közlekedők figyelmét, hogy megfelelően felkészített és téli gumival felszerelt járművel induljanak útnak. A speciális körülmények között hosszabb menetidővel kell számolni, ezért célszerű hamarabb elindulni. Senkinek sem hiányzik 30 000 forint felesleges kiadás, újra aktuális, a jelenlegi időjárási körülmények miatt a figyelemfelhívás a vízórák szigetelésére. A vízaknában lévő vízórát még akkor is érdemes valamilyen nedvességet taszító szigetelő anyaggal beborítani, ha úgy gondoljuk, hogy elég mélyen helyezkedik el, erre figyelmeztet a Pannon Víz. Ha eltörik az óra, akkor a csere több mint 32 000 forintba kerül, érdemesebb tehát megelőzni a bajt, mint később annak kifizetésére spórolni. Több mint 30 ezer forintot spórolhat, aki odafigyel. A vízaknában lévő vízórát még akkor is érdemes valamilyen nedvességet taszító szigetelő anyaggal beborítani, ha úgy gondoljuk, hogy elég mélyen helyezkedik el. Legjobb a több rétegű hajtogatott építési fólia, vagy bármi más nem nedvszívó szigetelő anyag. Újra aktuális az időjárási körülmények miatt a figyelemfelhívás. Talán az utolsó hideg hullámhoz közelítünk így február közepe felé. Mínusz 8, mínusz 10 fokos hőmérsékleteket jósolnak. Bizonyára vannak olyanok, akik lebontották a szigetelést a vízmérő aknáról, kocsit mosni, vagy talán építkezni, hiszen bőven látjuk, zajlanak az építkezések. Én ma, ahogy jöttem dolgozni, láttam, betonszivattyúztak, tehát belefogtak a munkákba, itt nagyon nagy a pezsgés a környékünkön. Egy kicsit vissza kellene venni ebből, betakarni a vízvezetékeket újból. A szakember azt mondta, idén még nem kaptak hírt elfagyott vízmérőről. Úgy néz ki, sokan megfogadták tippjeiket és szigetelték a vízvezetékeket. Ha elfagy a vízmérő, akkor a benne levő fogaskerekek megroppannak, összetörnek, eltörik az üvegje. Egy ilyen fagyott mérőnek, a leggyakoribb típusú fagyott mérő cseréjének a díja 32.168 forint. Hát ha idáig sikerült megúszni, akkor most már tényleg senkinek nem kívánjuk ezt a rendkívüli kiadást. Vigyázzunk rá, már még nem kell sokáig védekeznünk, és már jönni fog a tavasz. A lakatlan házak, nyaralók és a télen üresen álló épületek ilyenkor különösen nagy veszélynek vannak kitéve. Ezek víztelenítéséről, fagymentesítéséről a Pannon Víz hivatalos weboldalán találnak hasznos tudnivalókat az érintettek. Holnapig még rendezhető a járuléktartozás, erre hívja fel a figyelmet a NAV Győr-Moson-Sopron megyei igazgatósága. Akinek az egészségügyi szolgáltatási járulékból több mint 6 havi, vagyis 48 ezer forintot meghaladó tartozása halmozódott fel, február 12-e után érvénytelenné válik a tajszáma. Ha valaki méltányolható okok miatt nem tudja határidőre befizetni a járulékot, fizetési kedvezményt, azaz részletfizetést, fizetési halasztást, a kötelezettség mérséklését vagy elengedését is kérheti a NAV-tól. Négyen pályáznak a Győri Nemzeti Színház igazgatói posztjára, számol be a Kisalföld. A pályázók között van Forgács Péter jelenlegi igazgató, Markó Róbert a Vaskakas művészeti vezetője, Bakos Kis Gábor a Nemzeti Színház művésze, és Sándor János színházi tapasztalatokkal bíró építész. A jelöltek pályázatát egy szakmai bizottság értékeli majd. A pályázókkal egyébként a jövő héten az Oxigén Televízió műsorán is láthatnak bemutatkozó beszélgetéseket. Egy szívhez szóló kezdeményezés, ezt a szószoros értelmében mondhatjuk arról a szívmelengető újdonságról, melyről most számolunk be önöknek Győrből. Bügi Anita mintegy 100 embernek tenné szebbé a Valentin napját. Ő az a személy, aki bevezette Győrben is a több országban és több magyar városban is már ismert szívelrejtést. Valentin nap alkalmából helyezte el a kis horgolt szívecskéket tartalmazó ajándékokat szerte a városban. Egy biztos, érdemes a napokban nyitott szemmel járni. Ez egy kis szív, egy kézzel készített horgolt szív, amiren azt írtuk, hogy örülök, hogy megtaláltad, és hogy Bálint nap alkalmából 100 darab ilyen szívet horgoltam és rejtettem el Győrben. Ez az egyik fogad szeretettel.
Meséli stábunknak Bögi Anita, aki Győrben mintegy 100 embernek tenné szebbé a Valentin napját. Ő az a személy, aki bevezette a több országban és több magyar városban is már ismert szíverrejtést. A kezdeményezés lényege, hogy a hölgy a nem kevesebb, mint 100 darab saját készítésű horgolt szívecskét a városban elhelyezte különböző pontokon. Elmondása szerint ezzel jobb kedvre deríteni a szerencsés megtalálókat. Ezt egy másik csoportban láttam, nem is tudom, Mohácson, Bonyhádon valahogy így csinálták az emberek, vagyis hát csinálta egy hölgy, és úgy gondoltam, hogy mivel hogy nem hallottam róla, hogy nálunk volt már valaha ilyen, hát úgy gondoltam, hogy akkor legyen. Eddig 17 megtalálótól kapott visszajelző e-mailt a kreatív kézműves, aki egyébként már jó ideje foglalkozik horgolással. Volt egy hölgy, aki tegnap találta meg a Dunakapu téren. Ő neki leírta a e-mailbe, hogy a férje szívritmuszamorba szenvedett, és kómába esett, és ezzel, hogy erőt adtam neki azzal, hogy ő ezt most megtalálta, és erőt kapott ahhoz, hogy küzdjön tovább. És ezen kívül volt még valamiféle ilyesmi érdekes visszajelzés? Igen, volt egy 5 éves kislány találta meg bent a belvárosba, a nagymama unokája szobor, ott a Batthyány térnél, és akkor az anyukája azt írta, hogy szeretné megtalálni mind a 100-at. Még jó pár csomag vár városszerte megtalálóra, érdemes tehát Győrben a napokban nyitott szemmel járni. De hogy pontosan hol rejtőznek az apró, szívmelengető ajándékok, a számunkra sem derült ki. Egy biztos, bárkinek, aki rátalál a horgolt szívek egyikére, a vártnál jobban alakul majd a Bálint napi Valentin napja. A címvédő győri Audietto KC 11 mérkőzés után is 100%-os a női kézilabda NB1-ben, miután szerdán 17 gólos különbséggel győzött az MTK vendégeként. A mezőny legeredményesebb játékosa Pál Tamara, az MTK győri nevelésű irányítója volt, aki 11 lövésből 8 gólt szerzett, a végeredmény 40-23 lett. Az Audietto szombaton a CSKA Moszkvát fogadja a Bajnokok Ligájában. Lipóton rendezték a 11. Győrújfalu Dana kupát. A tornán az alsó tagozatos iskoláskorú gyerekek mérték összetudásukat. A jövő héten 2-től a híradónk után egy-egy hosszabb összefoglalóval megmutatjuk valamennyi korosztály meccseiből a legjobb pillanatokat. Elsőként azonban jöjjön egy hangulatjelentés a tornáról. Kaptam kupát. Az élmény a legfontosabb, és persze a gólok, amelyekből nem volt hiány Lipóton. A 11. Győrűfalu Danakupán 4 korosztály mérte össze a tudását. Az U8, az U9, az U10, illetve az U11. Az egyes korosztályok külön-külön idősávban versenyeztek, és természetesen a szervezők nagy hangsúlyt fektettek a higiéniai körülményekre is. A pályán a gyerekek persze ebből semmit nem vettek észre. Nekik a játék a lényeg, és végre, hogy lehet focizni ellenfelekkel, nem csak a saját csapattársak ellen. Az egyesületünknél nagyon sok utánpótláskorú játékos szerepel, kisgyerekek, és így úgy gondoltuk, hogy versenyeztetési lehetőséget kell, hogy biztosítsunk nekik. A csapatoknak is nagy szükségük volt már a tornára, hiszen hónapokon át nem volt hasonló lehetőségük, és a bajnokságban is szünet van. Örülök neki, hogy ami az edzésen is gyakorolunk, az látszik a csapaton. Voltak egyéni jó teljesítmények, de szerintem csapatként is jól tudtunk együtt működni. A tornára jött az Eto FC Győr, a Gyirmó Tese Győr, a Credobus MT 1904, a győri futszál utánpótlás, az Üstökös FC Győr, a Bábolna, és természetesen a házigazda Dana Győrűfalu SC is pályára lépett. És hogy hogyan értékelik a srácok a mai teljesítményüket? Szerintem jó voltam ma, meg az egész csapat. Az szerelés jól ment szerintem nekünk, meg a labda kihozatal. Hujber Balázs már azt is tudja, hogy milyen fontos, hogyha a helybéli csapatok egymás ellen pályára lépjenek. Mindig nagyon jó élmény velük játszani, mert jót lehet velük küzdeni. Már a játékosok nagy része még az egyéni megoldásokon törte elsődlegesen a fejét, Bőte Attila, az Eto U9-es csapatának az edzője mindig bátorítja a gyerekeket, hogy a gólpassz mennyire fontos a játékban. Ez már az a korosztály, amikor fel kell ismerni, hogy társunk is van a futballpályán, tehát nyilván az ellenfelet azt már látják,
de hogy ne csak az legyen, hogy egyénileg és cselekkel próbálják küzdeni az előttük lévő akadályokat, hanem hogy most már a társakat is meg tudják játszani, és hogyha jobb helyzetben van a társ, ezt vegyék észre, és hogyha lehet, akkor technikailag is próbálják ezt megoldani. A tornán a szép gólok és a sportszerű játék mellett még három apróság is feltűnt. Az egyik, hogy milyen szeretettel segítik a játékosokat, például a játékvezetők. A sporik több tucatszor kötötték meg a játékosok cipőfűzőjét is. A másik, hogy még nincsenek kötött posztok. Ha a kapus ki akar jönni a mezőnybe, csak a megfelelő meszt kell felhúznia, és akár kesztyűben is onthatja a gólokat. A harmadik pedig, hogy a lányok ebben a korban olyan ügyesek, hogy akár a fiúk csapatában is játszhatnak. És ami még fontos volt, a díjátadásnál mindenki kapott csokit. A dobogósok nyakába pedig érem is került, és persze kézbe fogadták a legnagyobb értéket a csapatkapitányok, valamint a külön díjasok is, a kupát. A torna végén elkészült csapatképek pedig örök emlékű szolgálnak majd mindenkinek, hogy milyen szuper focikupán vettek részt a győrűfölőjak jóvoltából Lipóton. Csak nem százszoros válogatott kapust igazolt az Eto. A Simple női ligában szereplő Eto FC Győr NB1-es labdarúgó csapatának kerete tovább erősödött, hiszen ezúttal a válogatott rutinos kapusa Szőcs Réka szerződött az együtteshez. A 2007 óta 94 válogatott mérkőzésen pályára lépő Szőcs Rékát eddigi pályafutása során háromszor választották meg Magyarországon az év legjobb kapusának. Ötször nyert magyar bajnokságot és kétszer kupát, legutóbb az MTK-ban szerepelt. Péntekre kissé mérséklődik, de továbbra is időről időre megerősödő északnyugati szél fúj. Térségünkben tiszta égbolt, ragyogó napsütés lesz jellemző csapadék nélkül. Kifejezetten hideg lesz, napközben is több fokkal fagypont alatt marad a hőmérséklet. Éjszaka erősen fagyos, de csillagfényes idő várható, és tovább gyengül a légmozgás. A hétvégén napsütéses, szeles, hideg, egész nap fagyos idő valószínű. Vasárnap elszórtan hózáporok is kialakulhatnak, de jelentős mennyiségű hó nem érkezik. Kedves nézőink, ez volt az Oxigén TV napi híradója február 11-én csütörtökön. Műsorunkat minden hétköznap több különböző időpontban sugározzuk, így ha 19 és 24 óra között bármelyik fél órában ide kapcsolnak, megnézhetik nálunk a régió híreit. Köszönjük, hogy ma is bennünket választottak, ha valamit újra néznének, keressék fel honlapunkat a győrihírek.hu-t és az Oxigén hírügynökség Facebook oldalát. További kellemes estét kívánok, a viszontlátásra! Thank you.